Üdvözlök mindenkit, Nekrokrin vagyok. Hát gyerekek, ígértem, hogy beszélek arról egy videóban, hogy mi a jó Isten lehet mostanában az RPG és RPG stílusú játékokkal, és hogy miért nem kapunk egy normális játékot, és mi a jó Isten, de annyit beszéltünk már erről. Igazából beszéltünk erről, egy csomót beszéltünk már erről, ugye. Inkább beszélgessünk arról, hogy milyen lenne az az ideális RPG vagy RPG stílusú játék, amit te összeraknál. Igen, mi a te világodban a jó. Ugyanis... Hát szomorúan néztem az Outriders-t, egyrészt szomorúan, egyrészt izgalommal várva, mert hogy az Outriders semmi másnak nem tűnik, mint egy nagyon jó ilyen checkboxnak, hogy igen, van benne loot progression, igen, vannak benne karakterek, igen, vannak benne skill jó, és mindenre vannak pályák, és akkor haladunk a pályákkal, és lesz 15 fajta világ, és akkor, de ugyanazok, értitek, semmi különleges nincsen benne. Um, ez a műfaj nem változott semmit, amióta kb. a World of Warcraft megjelent, azóta ugyanaz a recept, ennek már vagy 20 éve, vagy több, Isten se tudja, de iszonyatosan régen az RPG-kre ugyanaz a recept. Tehát szokták mondani azt, hogy ami, ami nincs elromolva, azt nem kell megjavítani, nem kell fejleszteni, ami működik, az, az, az úgy jól van rendjén. Uh, és ezzel igazából egyet, egyet is uh, tudok érteni, viszont a recept azért időről időre változhat. Nem is az a probléma, hogy, hogy baj van a recepttel, hogy kéne valami újítás, mert hogy nincs baj a recepttel. A probléma az, hogy egyre-egyre kimaradnak uh, talán ebből a receptből a bizonyos alkatrészek, hogy egyre finomabb legyen az a sütemény, és egyre le vannak butítva és egyszerűsítve az RPG játékok a a nincs kihívás szintjére. Tehát például, onnan indult valahol a és sosem volt egy über nehéz játék, de ahonnan indult a Borsi, arra csak végképp egyszerűbb lett, és mintha arra hajtana, hogy csak minél több pénzt csináljon, amióta a kínaiak élet legalábbis. És minden játék egyszerűen nem a játék élvezetet akarja megadni, és úgy kicsolni belőled a pénzt, hanem a biztonságos utat nyújtja neked, ahol garantáltan fogod elérni azt, amit akarsz, és úgy próbálja belőle kicsalni a pénzt, és amikor már ne vagy, vagy megállít egy olyan adott ponton, ahonnan nincs, nem lehet tovább már menni, csak hogyha esetleg pénzt fektetsz be, mert megoldják, hogy lehessen tovább menni természetesen, hogy azt mondtuk, hogy pay to win, de szignifikáns játékidőt kellene ott eltöltsél ahhoz, hogy megszerez ezért inkább pénzt fogsz költeni. Szóval, ja, erre tökéletes példa, például ugye, a, a Black Desert Online, vagy éppen a, a Warframe-ban az új, ö, új, <laughs> relatíve, tehát a, a Relic formolós rendszer. Mert hogy szignifikáns időt kell eltölts benne, hogy megszerezd esetleg azt a Prime-ot, így aztán lehet, lehetséges, hogy előbb megvásárolod, mint hogy a relikekkel babráj, hogy kifarmod a relikeket, és elmenjél, és még azon felül is formoljál, és vagy meg lesz, vagy nem lesz, <gül> meg... <gül> Egy rémálom. Na, de a kérdésem az lenne, hogy mi a te, mi a te, mi a te koncepciód egy izgalmas RPG-re, mmorpg re vagy bármilyen ilyen kategóriá játékra, miközben uh, én, én megosztanám veletek az én ötletemet, és, és hát ha elég hangosak leszünk ahhoz, hogy lesz egy tökös magyar játékészítő odaként, aki felkarolja ebbe ötletet, és. Uh, a nem túl nagy vagyontól felbuzdul, amit szerezhet ezzel az ötlettel, esetleg megcsinálják ezt a játékot, vagy egy ilyen hasonszörű játékot, ott is ki a világnak, hogy mi lenne a te ötleted, kivéve, ha valóban tervezed ezt eladni egy játékkészítő cégnek, vagy valaminek, mert hogy annyira zseniális ötlet, akkor annyira ne írd meg, mert ki tudja, hogy ki fog le lenyúlni, de um, tudod, én úgy vagyok vele, hogy a fene vigye el, már csak adjatok egy olyan játékot, ami nekem um, vagyis mondja, megfelelő kívás nyújtana, vagy izgalommal ott tartana a játékban, szóval természetesen, hogyha egy RPG-re kerül a sor, akkor ennek a, en, ebben az RPG-ben kell legyenek uh, kell legyen ugye karakterprogression, vagyis a karakteremnek kell legyenek skilljei, amit megszerzünk idővel na de, nem csinálnám ezt olyan egyszerűen, ezeknek a skilleknek um, Feltételek, feltételek feltételekkel teljes ügyek, és nem feltétlenül az XP elérés. Tegyük fel, ahhoz, hogy megszerezzél egy skillt, el kell érd az XP mennyiséget is, de túl kell menni egy, egy feltételem, mondjuk el kell érni egy bizonyos pályát, és azon az bizonyos pályán meg kell öld azt a bizonyos boss azzal a képességgel, ami az elő futára ennek a képességnek. Tehát nem csak szimplán XP és megvan a képesség és elosztom a pontot, hanem legyen kihívás eljutni oda arra a pályához, megölni azt a boss azzal a skillel, és akkor jutalmol megkapod ezt a azt a skillt. Ez, ez ugye a játék, játék kezdetlegi szintje még, tehát nem feltétlenül kell legyen über nehéz, de legyen egy, egy, Jutalom érzése annak, hogy végre megszeleztél egy skillt, ami szignifikánsan változtat a karakteredet, és mivel hogy a játéknak a, a kezdeti fázisában vagyunk, így aztán, hogy is mondjam, számítani fog annak a skillnek a megszerzése már a kezdeti fázisban is. Nem az van, hogy végigrohanunk valami tutoriálszerűségen, és csak utána kezdődik el az igazi RPG játék és skillfejlesztés, stb. Nem, már rögtön az elején ö, számítani fog. Na most, ahogyha végighaladtunk a skill-fán, és feloldottunk mindent, természetesen minden skill-t, és úgy döntöttünk, hogy elindulunk egy úton, kicsit hasonló skill mondjuk, mint a Passive csak nem olyan sűrűre, azért mondjuk egy ilyen skill és elindulunk egy úton, akkor jöjjön egy ilyen dungeon rendszer, ami több szintű nehézségű világokból áll. Na most, mindegyik világnak a végén természetesen van egy boss, ami dob egy garantált ítemet. Na most azon a garantált itemeket természetesen lesznek, olyan statok, ami segíti az előrehaladást a következő szintre, de ezek a dungeonok már azért nem lesznek olyan könnyűek, és megesető hogy sokszor adjára újra kell gondold a skill használatot, mert hogy minden, mindegyik dungeon valami más tulajdonsággal rendelkezik, ahova nem feltétlenül lesz jó ugyanaz a skill kompozíció, amit előzőleg kitaláltál az előző dungeonre, és természetesen, hogy hogyha kópa játék, akkor úgy nehezedik, ahogy kóposodik a, a csapat. Szóval, ja, és egy ilyen dungeon rendszer mindig lenne boss, ami garantáltan adná azt a jutalmat, amire szükséged van. Statwise, az, az mindegy, csak lényeg az, hogy az az item, amit kapsz, az része lesznek, mindegyik dungeon rend része lesz a nagyobb képnek, hogy tovább tudj jutni egy következő pály, pályára. Lényeges dolog, lényeges dolog ha meghalsz ezeken a világokban, ezekben a dungeon runokban, akkor elveszik az összes itemet. <laughs> ja, én így csinálnám, hogy legyen benne valami kockázat, el kell vesszen az item. És nehogy már olyan egyszerű legyen oda, oda bejutni ezekbe a világokba, szükséged lesz mondjuk valamiféle kulcsra, vagy feltételre ahhoz, hogy bejuthass állandóan ezekre a világokra. Tehát, ha meghalsz, elvész a kulcsod, és biztosra kell menned, hogy maximalizálod az ott töltött idődet, ahhoz, hogy esetleg megszerezd a kívánt tárgyakat, hogy tovább tudjál halni, mert a dungeon, azon kívül, hogy a boss ad egy gért, ami a követ, következő dungeonre re van, azon kívül kapsz olyan tárgyakat, ugye, amelyek elősegítik azt, hogy egyre könnyebb legyen az az adott szint. Na most, ha a játékos uh, már mondjuk kiátszotta ahhoz ezeket a különböző dungeonokat, mondjuk legyen 15 belőle, most mondtam valamit, mondtam egy számot, ha megvan mindegyik már, érted, összegyűjtötted ezt a gírt, akkor nincs vége a játéknak, nem az lesz, hogy mint a legtöbb játékban újra és újra runningolod ezeket a dungeonokat, hát a jobb statokkal rendelkező cuccokat kapsz, nem, itt az van, hogy át fogsz kerülni egy új világba, és az eddig megszerzett statja Ugye ugyebár, azok manifestálódnak és alapstatok lesznek. Mondjuk felkerülsz egy úgynevezett felső világba. Na most az, hogy milyen statokat szedtél össze a Dungeon run ugye az befolyásolják, hogy mennyire lesz a túlélő képes az új világban, úgyhogy mondjuk a Dungeon világokban meg lenne határozva, hogy ez a maximum gér amit ki lehet szedni, és ha elér ezt a maximum gírt, akkor éppen pont jó leszel az új megteremtett világban, az új felső világban, hogyha úgy tetszik. Ez egy ilyen újjászülető rendszer lenne. Gyakorlatilag elindít a játék az elejétől, de mégsem teljesen az elejétől, mert itt vezetnék be mondjuk a játékba egy crafting rendszert, ahol már lehetne kereskedni a lekraftolt itemekkel, amiből csinálhatsz ugye olyan itemeket, amiket eladhatsz a dungeon játékosoknak, vagy éppen a kezdőjátékosoknak, vagy éppen a jelenleg újra született világban lévő játékosoknak is, ahol már sokkal keményebb gír kell az ellenfeleknek. Na most, az, hogy ez ne legyen olyan fájdalmas farmolás, ugye, ugyanis farmolni alkatrészekért, hogy crafting rendszerhez kelljen, azt az előző világban tudod csinálni, a dungeonokban, ahol már mondjuk szabad bejárásod van, és ugye elég erős is vagy arra, hogy bármelyik szinten farmolj, és mindegyik szintre tennék olyan különböző alkatrészeket, amik csak ott érhetőek el. Na most azért nem csak kereskedelemél farmolnál itt, hanem azért is, hogy legyárts egy isteni gírt, ami lehetővé tesz hozzáférés mondjuk egy Word hoz és csak a wordboss Boss csak azzal az isteni gírrel lehet legyőzni, ami természetesen újabb világot fog számodra megnyitni, és így tovább, és így tovább. De valószínűleg az én játékomnak lenne egy vége. Tehát nem egy végtelen a gépezet lenne, hanem lenne egy vége, de mindenkinek egészségére, aki tovább tudja ezt dolgozni, én nagyon megköszönöm a figyelmet, remélem tetszett az alapötletem, mit szólnátok az én játékomhoz. El tudnátok-e vele játszani? Az alapkoncepció nem -e lenne túl unalmas, vagy bármi. Kíváncsi vagyok a ti véleményekre, kíváncsi vagyok a ti leírásotokra, azért csak úgy hagyjátok meg, úgy, hogy legyen idővel olvasni. Jó, tehát ilyen pontokba szedve legyen idővel olvasni. Nem lenne rossz, és hát, hogyha valaki meglátja, és végére is csinál egy jó ötletet az ötleteinkből. Nagyon jó, gyerekek, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig. Sziasztok!